Üdvözlök mindenkit! Itt ülök egy Opel Vectrában, egy Opel Vectra C facelift, mert azt hiszem 2008-as körüli. És annyi a baja, hogy világít itt az ABS lámpa. Ott világít. És ennek már megtaláltam az okát. És hát nézzük meg akkor, hogy akkor hogy is lehetne ezt megcsinálni. Szóval, ott a hiba, a szerelési hiba, hogy meg van tekeredve a kábel. Látjátok, hogy nem úgy lett visszarakva, ahogy kellene, és ahogy a kerék így befele fordul, hogy kanyarodjon, így szépen eldarálta a csövet, vagy hát ezt a kábelt. Elég vastag szigetelés van amúgy rajta, de mindegy, így is el tudta darálni. Látszik itt rajta, hogy nem túl régen, egy pár éve cserélték a kerékcsapágyat, és a kerékcsapágyban benne van a jeladó, úgyhogy itt nincs ilyen ABS gyűrű itt a féltengelyen. Ha megnézzük, itt innen hiányzik itt az ABS gyűrű, mert a kerékcsapágyban van benne beleépítve az ABS gyűrű. Az, hogy így tartósabb, nem tartósabb, ezzel lehet vitatkozni, de mindegy, hát tönkre megy az ABS gyűrű, vagy a csapágy, akkor cserélve van az egész komplett egység, és akkor biztos, hogy utána jó lesz. Kivéve, ha utána a szerelő az nem jól rakja föl. Úgyhogy hát ezt a kábelt kell kicserélnem. A bontóba nagyon megszenvedett vele az ember, mert irgalmatlan nehezen jön szét. Úgyhogy az Istennek nem akar szétjönni. Úgyhogy hát lesz vele bajom, itt mire itt szétbontogatom, ez itt kipattan a helyéről, ha nem törik el. Ez nem nagyon akar innen lecsúszni, de hát megpróbálom valahogy leszedni. De ahogy látom, már ez se gyári. Ja de, mert ott van még benne. Úgyhogy valahogy megpróbálom kiszedni, és akkor, ha kijött, akkor ki tudom cserélni. Ahhoz, hogy a motorvezérlőt felejtésre bírjam, legalábbis megpróbálkozok vele. Levettem az aksisarut, amíg itt szerelek, addig hát, ha elfelejti, de azt hiszem, hogy hibakód törlést is tudok csinálni, szerintem. Igen, tudok, már hoztam azt is. Na mindegy, hát meglátjuk, hogy tudom én ezt egyáltalán szétszedni itt. Majd kiderül. Kezdem először is ezzel a kábellel. Na ez jó, ez sikerült itt, ezt itt megbontani, mert csak ezt kéne innen levenni, ami nagyon jó kérdés, hogy jön le. Hogy mit kell meghúzni, megtolni, itt a másik kábelből tudok puskázni, hogy így van rajta. És itt a hátulja. Nem lettem okosabb. Remélem nem kell így gyors kötözővel kínlódnom majd, mert eltörik minden. Itt látom, hogy itt be van akadva itt egy kis fekete kis fül. Itt mi? Ebbe. De nem biztos, hogy az ott törés nélkül le fog jönni, bár ezt a szürkét, ezt már eltörhetem. Mert ez a kábel már nem jó. Na hát le is jött. El is tört. Ott van a következő. Ez itt viszonylag egyszerű. Mert legalábbis gondolom én. Igen, ennyi. És itt van a fekete leves, ezt kéne úgy leszedni, hogy véletlenül se törjem el itt. Mert jó lenne, bár megvan amúgy a másik fekete is. Valahol. Itt egy ilyen, még egy kábel véget is hoztam. Itt van a másik fekete. Itt egy ilyen kis fülecskét. Bizony. Ezt a kis fülecskét elvileg, ha benyomom, akkor lejön.
merre? Fölfele. Na mindjárt meglátjuk. Egy kicsit még megdörgicsélem, tisztább legyen. Na hát befújom itt egy kis VD40-nel. Az egyik csavarhúzóval benyomom. A másikkal meg megpróbálom emelni fölfele. De úgy néz ki, hogy meg is mozdult. Ez az. Aj, de jó. Jaj, de jó, hogy nem sikerült eltörni. A bontós ezt nem tudta levenni. Meg én se. Mert nem tudtam, hogy hogy a fenébe is kéne. Na és itt van még egy csatlakozó. Itt ebbe benne. Ami csak így kijött. Szóval... Ezt itt bekenjük megint egy kicsit, hogy összecsúszunk könnyen. És... Összetoljuk. Na és itt kell figyelni. Ja, itt még rajta van ez a másik fül. Na szóval itt kell figyelni, hogy jól álljon. Ott lehet látni, hogy most szépen így befele áll. Így a kerék, ahogy kanyarodik. Így nem fog ott a rugótányér, és a rugótányér igazából bevédi mindent behatás elől, és így nem fog elszakadni. Összetoljuk, hogy ne menjen bele a por, meg a sár, meg a semmi. Úgy, és ezt most be kéne ugrasztani a helyére. És ennyi is volt. Na és az okozta itt a hibát, hogy a sárga vezeték az teljesen el van szakadva. Úgyhogy az elvált, azt a gumi, mikor a gumiabroncs, mikor eltépte ezt a sárga vezetéket, akkor be is dobta a hibát. A másik, alatta lévő piros, valahol ott van, az még épp. Hát össze lehetett volna ezt még taknyolni, valahogy biztos. Betold az ember, megbontja, betoldja utána meg. Hát nem tudom, az a baj, hogy ez itt pont egy hajlásponton van. És ezt itt zsugorcsővel itt megcsinálni, meg minden nem lett volna annyira egyszerű. Hál' Istennek itt találtam bontóba. Amúgy nem egyszerű ilyen kábelt találni, mert a faceliftesnek csak ilyen. Ennek nem. Úgyhogy meg is mutatom itt a számát. Ott van. Hogy mutassam meg, hogy látszódjon. Ott van a szám, és ez a lényeg itt. Ez a második szám, vagy ez az aljához a közeli, az a lényeg. És azt is csak idáig kell írni a kettős keresztig. Szóval ez a 13, 24, 11, 92. És akkor utána már dobja egyből a neten, hogy ezt a kábelt. 25 euróért láttam újonnan. Hát a bontóba egy 20-ost elkértek érte, de hát... Legalább így nem kellett postadíjat fizetnem, hogy ide postáztatni Lengyelországból, vagy külföldiából, teljesen mindegy, mert ezt itt Finnországban nem lehetett kapni újonnan ezt a kábelt. Mondanám, hogy nézzük, hogy kialszik-e magától, de már gyújtásra kialudt. Aha, ki is aludt. Jól van. Amit így meg szeretnék még mutatni, hogy az előző videóban cseréltem olajat, és tudjátok, hogy ilyen kelepelő hangja volt. Sajnos ez visszajött, így gyorsan beindítom nektek. Hát most nincs. Hát basszus, hát komolyan. Hát úgy néz ki, nagyon sokat kell neki állnia. De amúgy... Kéziféket kiengedjük,
meg az ajtót becsukjuk, és akkor már csak egy izzó világít. Haha! Hál' Istennek ez az akkumulátor levétel amúgy ez még nagyon sok autónál működik. És így igazából törli így a hibát magától. Egy óra hosszaállás az akkor még nem kelepel. Hogyha már napokig itt áll, mert amúgy nem is mennek vele, mert látszik a féktárcsán, hogy én mikor utoljára itt hagytam, ez azóta így van. Mert tiszta vakrosda a féktárcsa. Úgyhogy nem mennek vele, mert nyár van, és ilyen elektromos rollerrel járkál a csávó dolgozni. Na, jó van, akkor erről ennyit. Ha valakinek van valami hozzászólása, azt szívesen olvasom. Sziasztok!